A Ken és Barbie gyilkosok. 1993-ban Paul Bernardo és Carla Homolka letartóztatása és bűncselekményei nem csak Kanadában kerültek a címlapra, hanem az Egyesült Államokban is. Mivel mindketten szépek és szőkék voltak, a média a Ken és Barbie gyilkos párosnak nevezte el őket. Bernardo és Homolka tettei sok tévésorozatot megihlettek. Az ügy inspirálta a 2006-os Carla című filmet, és az élet narancssárga oldalát is, ahol Carla szerepét Laura Prepon játszotta. De hogy lett ez a látszólag normális pár Kanada történetének leghírhedtebb gyilkosa? Carla Lien Homolka St. Catharinesben nőtt fel, a festői Niagara régióban, Kanadában. Ő volt a legidősebb a három gyönyörű szőkenővér közül. Az anyjuk Dorothy egy kórházban dolgozott, az apjuk egy cseh bevándorló utazó ügynök volt. Átlagos család voltak. Apa, anya, testvérek, rendes ház. Minden tekintetben normális gyerekkora volt. Carla már kiskorában is erős, dacos személyiség volt. Stephen Williams könyve szerint Carla szülei már fiatal korában megengedték neki, hogy igyon, és tiszteletlen volt az apjával, aki még mindig akcentussal beszélt. Carla! Hagyjál! Gyertek, srácok! Carla szerette az állatokat, és 1986-ban, tizedikes korában munkát talált egy helyi kisállatközpontban. Tetszett neki, hogy saját keresete volt, és a szabadság is, amit ez megadott neki. Amikor Carla 11-es volt, a barátja a családjával Kansasbe költözött. Carla kivett 2 hét szabadságot, vett egy repjegyet és elutazott hozzá, hogy vele lehessen. Ekkor vesztette el a szüzességét is. Carla Homolka gazdag ember felesége akart lenni. Akart egy házat, és azt, hogy mindene meglegyen. A barátnői is erre vágytak, és versenyeztek, hogy melyiküknek sikerül először. A baráti körük exkluzív gyémánt klubnak nevezte magát. Már gyerekkorában is érdekelte a sötét oldal, és mindig is ő volt a lázadó kislánya klikben. Carla gyerekkoráról mindenhol azt olvastam, hogy normális volt. Elég normális volt, jól tanult, és jó barátai voltak. Carla csinos volt és népszerű. 1987-ben az egyik legjobb barátnője, aki szintén benne volt ebben a klikben, ugyanott kapott munkát, ahol Carla. És lehetőséget kaptak, hogy elmenjenek a kisállatkongresszusra Torontóba. És kapva kaptak az alkalmon. Egy hosszú nap után a lányok úgy döntenek, hogy a szálloda éttermében vacsoráznak. Végzetes módon az étterembe bejött 2 fiatal ember. Az egyikük a 180 centis jóképű Paul Bernardo. Amikor egyik este a barátnőivel vacsorázott, megismerte Paul Bernardót. Carla vagyok. Szia, Carla. Paul vagyok. Még a barátai is azt mondták, hogy ez egy sorszerű találkozás. Szerelem volt első látásra. Olyanok voltak, mint 2 mágnes. Mit csináltok itt, lányok? A kisállatkongresszusra jöttünk. Ó, csak látogatóban vagytok? Igen. Ebben a szállodában lakunk. Carla azonnal érzékelte, hogy a fickó jóképű, és annyira sármos volt, mint előtte még senki. Azonnal levette a lábáról. Hamarosan Carla és Paul rájönnek, hogy sok közös van bennük. Carla és Debbie felhívták Paul-t és a barátját a szobájukba. Ahogy egymásra találtak, onnantól nem tágítottak egymás mellől. Volt valami abban a pillanatban, vagy azon az estén, amikor rájöttek, hogy talán találtak valakit, aki pont úgy működik, mint ők. Ez akkor történhetett meg, amikor a többiek előtt szexeltek, és nekik végig kellett nézniük, ha akarták, ha nem. Ez lehetett az előjele azoknak a dolgoknak, amik aztán megtörténtek. Carla és Paul gyorsan egymás megszállottai lettek. Paul azonnal virágokkal meg ajándékokkal halmozta el Carlát. A lány ezt szerelmes levelekkel viszonozta. Carla hazavitte Paul-t és bemutatta a szüleinek. Majd elbújtak a szobájába szeretkezni.
Carla már bekészítette a bilincseket a szobába. Tedd rám ezeket! Most húzd fel a szoknyámat. Paul Carla szüleit is elbűvölte. Nem zavarta őket a 6 éves korkülönbség kamaszlányuk és Bernardo között. És a hétvégi fiúként emlegetik Paul-t. Olyan sok időt töltött náluk. De mit tudtak Paul Bernardóról? Paul sokat tanult az apjától, abból, ahogy az anyjával bánt. Kényszerítette Paul anyját, hogy a házuk pincéjében éljen, és ez nem normális. Ken Bernardo komolyan bántalmazta Paul anyját. Úgy bánt vele, mint egy tárgyal, mint valami anyaggal. Úgy emlegette, mint a ribant, mint az. És képzelhetjük, milyen hatással volt ez Paulra, hogy ez mennyire befolyásolta a gondolkodásmódját már gyerekkorában. Ken Bernardo molesztálta a lányát, vagy leosont a pincébe, hogy szexeljen a feleségével, akit Ribansnak nevezett. Leselkedett a szomszédlány ablakán, de rajta kapták. Érdekes, mert bár Paul nem volt a vérszerinti fia, mégis nagyon hasonlóak voltak. Paul felnőve egy igazi sármőr, és a 80-as években a középiskola után könyvelést tanul a Torontói Egyetemen. Persze, ekkor bontakozik ki a szexualitása, és megtanulja, hogyan udvaroljon a nőknek, hogyan csábítsa el őket, mit mondjon nekik, hogy lefektethesse őket. Pár hónappal a megismerkedésük után Paul és Carla együtt töltik a karácsonyt. Paul egy plüssmacit ad Carlának, amit Bankinak nevezel. Cserébe a lány egy beteg, pervers dolgokra szóló kupont ad neki. Kapcsolatuk elején Carla 17 éves volt. Paul a 20-as évei elején járt, tehát tulajdonképpen még kislány volt. Ezért felnézett Paulra, ő volt a példaképe, de ki akarta elégíteni. A királyának tekintette, és mindent meg akart tenni, hogy boldoggá tegye. Rövid idő alatt Carla annyira intim kapcsolatba került Paul-hal, hogy még a péniszének is perverz nevet adott. 1988-ban, amikor Paul és Carla kapcsolata elmélyült, egy félelmetes ragadozó szedte áldozatait Paul szülővárosában, Scarborough-ban, Torontóban. Ez a férfi megtámadta és megerőszakolta a nőket. A támadó módszere, hogy hátulról elkapja, majd egy félreeső helyre vonszolja a nőket, majd fogdosni kezdi őket, és kényszeríti, hogy önvádló dolgokat mondjanak. Az áldozatokat egy ösvényen vagy egy rejtett helyen cserkészte be, hogy feltűnés nélkül elvonszolhassa őket. Általában hátulról támadott rájuk. Senki nem tudja, ki lehet ez a titokzatos támadó. Az FBI profilozója Greg McCreary segít a helyi hatóságoknak. Amikor először hívtak 1988-ban, Torontóba mentem. Voltak nők, akiket akkor támadtak meg, amikor leszálltak a buszról. A férfi hátulról rájuk támadt, elhurcolta, majd megerőszakolta őket. Egy idő után ezek a támadások egyre erőszakosabbak lettek. 1989 közepére a nemi erőszakok száma már 2 számjegyű. Abban az évben, augusztus 15-én az erőszaktevő újabb áldozatot ejt. Ez a dűről szólt, nem a szexről, nem arról, hogy jól érezze magát. Nem a másik emberrel való kapcsolódásról. Arról szól, hogy találjon valakit, akit megbüntet, mert él. Megalázó, sértő szavakat mondott nekik. Te ribanc, te lotyó. Majd azt mondta nekik, mondd, hogy szeretsz, mondd, hogy szuper vagyok. Aztán az erőszak odáig fajult, hogy néhány áldozatnak orvosi segítségre volt szüksége, és kórházba került a verés miatt. Mit akar?
Mindent elkövetett, hogy az áldozatok ne lássák az arcát. És nem engedte, hogy ránézzenek. De az egyik áldozat meglátta és megjegyezte az arcát. A rendőrség egyre több információt kap és tovább nyomoznak. Közben Scarborough-ban Paul Bernardo távkapcsolatban él Carla Homolkával. Miután már majdnem két éve együtt vannak, Paul megkéri Carla kezét 1989. decemberében a Niagara vízesés mellett. Telnek a hónapok, és a közösség által gyakorolt nyomás hatására 1990. májusában végre elkészül az erőszaktevő számítógépes fantomképe. Az egyik áldozat meglátta az arcát, és elkészítették a fantomképet. A nyomravezetőnek 150 ezer dolláros jutalmat ajánlottak fel. Amikor a filmekben fantomképeket látunk, azok senkire nem hasonlítanak. Ez viszont egészen más fantomkép volt. Sokan jelentkeztek, akik azt mondták, hogy ez Paul. Ahogy folytatódik a hajsza a Scarborough-i erőszaktevő után, Paul egyre közelebb kerül Carla Homolka családjához, és végül beköltözik hozzájuk. Carla Paul megszállottja lesz. A királyának szólítja, miközben a férfi a tini lányok megszállottja, amilyen Carla húga, Tammy is. Ahogy a kapcsolat mélyül, Paul elmondja Carlának, hogy egy szűzlányt akar. Ezért Carla első gondolata a testvére, Tammy. 1990 nyara. Homolka egy medencés bulira hívja a barátait. Kész? Jó erősen rúgsz. Gyakoroltál? Tényleg látszik? Persze. Figyeltelek. Paul felajánlja, hogy elmegy a boltba sörért. Persze, elmegyek. Én is mehetek? Persze. Magával viszi Tammyt is. Ez az egész út a cigarettáért és a sörért úgy egy-két órás kellett volna, hogy legyen. De ők 6 órát voltak oda, és senki nem tudta, hová mentek. Amikor visszatértek, csak annyit mondtak, hogy beszélgettek és csókolóztak. Közben a Scarborough-i erőszaktevő fantomképe nyilvánosságra kerül, és ömlik az információ. 1990. novemberében a nyomozók kikérdezik Paul Bernardót, mivel hasonlít a képre. Tudom, hogy hasonlítok erre a képre. Már a barátaim is ezzel ugratnak, de szerintem ez nem annyira vicces. Nagyon készséges volt a nyomozókkal, mindenben együtt működött velük. Én soha nem tennék olyat egy nővel, mint ez a fickó. Ez undorító. A törvény nem kötelezi önt arra, hogy vérmintát adjon nekünk. De ha megteszi, azzal tudományosan is elhárulna a gyanú magáról. Persze, uraim. Nagyon készséges volt és együttműködött. Így a nyomozók szemében egyre kevésbé volt gyanús. És mit csináltak? Szabadon engedték. El sem tudjuk képzelni, milyen érzés lehet az, hogy ekkora hatalommal rendelkezzünk a közösségben. Elhitette velünk, hogy nem ő a tettes, ezért úgy érezte, nem kell abba hagynia, mert úgysem kapják el. Paul már nem gyanúsított, folytatja az életét, és továbbra is Carla húgára, Tammyre koncentrál. Szia! Mit csinálsz itt? Próbálom meglesni a húgodat. Paul nyomást gyakorolt Carlára. Le akart feküdni Tammyvel, de Carla azt mondta, a lány nem akarja őt, felejtse el. Paul mondta, hogy Carla elérheti, hogy megtörténjen. Mindketten akarták. Carla mindent megtesz, hogy boldoggá tegye a királyát. A húgodat akarom. A lány kitalálja, hogy elkábítja a húgát, hogy Paul megerőszakolhassa. 1990-ben, az ünnepi időszakban a Homolka családnak több oka is van az ünneplésre. Tammy új évnapján lesz 16 éves, és közeledik Paul és Carla esküvője. A karácsony előtti vasárnapon a Homolka család együtt ünnepel.
Amikor Carla szülei lefekszenek, ő is Paul végre megvalósíthatja pervers tervét. Hozok neked még egy italt, Tammy. Oké. Hat hónappal az esküvőjük előtt Carla érzéstelenítőt lop az állatorvosi rendelőből, ahol dolgozik. Belekeveri Tammy italába, vagy a karácsonyi koktéljába, hogy elkábítsa. Carla porrá tör pár Halcyon tablettát, és azt is Tammy italába keveri. Halotánt is használ, egy erős narkotikumot, hogy biztos legyen, hogy Tammy nem ébred fel, miközben megerőszakolják. Azt hiszem, hogy Carla volt a hajtóerő. Az ő ötlete volt, hogy megszerzi a gyógyszereket, amivel elkábítja. Carla és Paul az akkori legfejlettebb technológiát használta fel, és egyszerre két dolgot értek el ezzel. Felvették az egészet, így emlékezhettek az eseményre, és bármikor újra is átélhették. Nem kellett hozzá se fantázia, sem emlékezet. Ott volt a kazetta. Azzal, hogy a saját húgát felajánlotta egy kívülállónak, azt sugallja, hogy neki ez normálisnak tűnt, hogy megfosztja a testvérét egy élménytől, miközben a lány nem csak ittas volt, de el is kábították. Az ő fejében ez valahogy normálisnak tűnt. Ami még sokkolóbb, hogy Carla szexuálisan bántalmazta a saját testvérét. A szexuális aktus közben Paul utasítja Carlát, hogy orális szexet hajtson végre a testvérén. Ez a vér szerinti testvére, akivel együtt nevelkedett. Nem is emlékezhetett arra, amikor a testvére nem volt még. Képzeljük el, hogy ez mind abban a házban történt, ahol Carla szülei az emeleten aludtak. Paul elhúzódik, amikor a 15 éves Tammy hányni kezd. Ja, Istenem. Oké. A lány eszméletlen, és többszöri próbálkozásra sem sikerül újraéleszteni. Felöltöztetik, és közben kitalálnak egy sztorit, hogy eltereljék magukról a gyanút. Öltöztest fel! Ezért mindent megtesznek, hogy eltüntessék a nyomokat, mire megérkezik a mentő. A húgom nem lélegzik! Tammy a saját hányásában fulladt meg, és a helyi kórházban később halottnak nyilvánítják. A rendőrség kikérdezte Paul-t és Carlát a lány arcán lévő sebekről. A halottán, amivel elkábították, megégette a bőrt a szája és az orra körül, vagyis az anyag elég közel volt hozzá, hogy égésnyomot hagyjon rajta. Vagy a felszabaduló gázok égették meg. Paul és Carla azt mondja, a szőnyeg sértette fel, amikor lerántották a földre, hogy megpróbálják újraéleszteni. Bár sok bizonyíték utal arra, hogy bűncselekmény történt, a lány halálát balesetnek nyilvánították. Hihetetlen, de a húga halála nem riasztja el Carlát attól, hogy továbbra is táplálja Paul Tammyről szőtt fantáziáit. Imádom, amikor Tammyvel vagy. Tudom, hogy te vetted el a szüzességét. Azért vagyok, hogy te jól érezd magad. És ezért fogom feleségül venni. Szex közben a pár Tammy fényképét nézi, és Carla eljátsza a megölt húga szerepét. Én vagyok a te kis szűzlányod. Szia, Tammy! Azt hihetnénk, hogy a húga halála elég volt Carlának és Paulnak, de ez nem így van. Ez csak olaj volt a tűzre. Ez a baj a fantáziával. Nem tud leállni.
1990. decemberében Carla Homolka és a vőlegénye Paul Bernardo elkábította és megerőszakolta Carla 15 éves húgát Tammyt, és véletlenül megölték a lányt. A nyomozók balesetnek nyilvánították a lány halálát, és Carla szüleinek nem volt oka kételkedni. Carla és Paul hamarosan saját házba költöztek. Annak ellenére, hogy Tammy meghalt, Paul perverz étvágya nem csillapodott a fiatal lányok iránt, és Carla segít neki az áldozatok felkutatásában. Paul hajthatatlan volt, és nagyon-nagyon érdekelték a fiatal lányok. Egyik délután Carla áthívta az egyik ismerősét. A 15 éves kamaszlány nem is sejti, hogy Carla hamarosan elkábítja, és ajándékba odaadja Paulnak. Nagyon finom. Nem kellett hozzá sok ital, hogy Jane Doe ájultan heverjen a padlón. Carla felhívja Paul-t, hogy azonnal jöjjön át, mert van egy meglepetése a számára. A mellei nagyobbak, de az enyémek jobbak. Kevés a gyilkos pár, de általában olyankor alakulnak ki, amikor két olyan ember találkozik, akik mindig is ki akarták élni a fantáziáikat. Csak az kell, hogy valaki beindítsa őket. Ez tökéletes példa volt erre. Carla ismét halotánt használ az áldozatuk elkábításához. A szerelmes pár erről az eseményről is videófelvételt készít. Szagold meg a haját. Szerintem Carla Homolka úgy érezhette, hogy a kapcsolata ellaposodik, vagy hogy Paul már nem érdeklődik iránta. Ezért áldozatokat keresett magának és Paulnak. Szép kislány. Hogy életben tartsa a kapcsolatát. Gyönyörű. A meg nem nevezett áldozat másnap reggel rosszul léttel ébred. A lány felkel, kimegy a házból, de nem tudja, és a drogok miatt fogalma sincs, hogy mi történt vele. 1991. június 15-én, két héttel Paul és Carla esküvője előtt, a 14 éves Leslie Mahaffey-t a szülei kizárták a házból. Akkoriban Leslie Mahaffey szigorú szobafogságban volt. A szülei többször is figyelmeztették, hogy ha nem ér haza időben, kizárják. Vadosz gyerek volt, és lehet, hogy kicsit sokáig bulizott. Paul kileste, hogy Leslie egyedül rója az utcákat. Úristen! Mit csinálsz itt? Itt lakom, de kizártak. Nincs hol aludnom ma este. Van egy cigid? Igen. Gyere ide. Vedd le a blúzodat. És ott volt neki a tökéletes bűntárs. Carla meglátta, hogy Paul hazavitt egy lányt, és arra készül, hogy kiéli magát rajta, és visszafeküdt aludni. Hogy hívnak? Leslie. Másnap reggel Carla rájön, hogy a vőlegénye és annak áldozata még mindig a házban vannak. Állítólag tudta, hogy Paul megerőszakolja a lányt, akit előző éjjel látott, de nem tudja, mit tegyen. Azt hiszem, Paul és Carla dinamikájában azt kell megértenünk, hogy amikor Paul hazavitt egy lányt, Carla egyszerre örült és fenyegetve érezte magát. Paul éreztette vele, hogy bármikor lecserélheti. Paul Bernardo órákon át filmezte és erőszakolta Leslie Mahaffey-t, mielőtt a menyasszonya is csatlakozott hozzá. Engedj el! Nem mondom el senkinek, hadd lássam a szüleimet és a testvéremet!
Mondd, hogy én vagyok a királyok királya. Te vagy a királyok királya. Én személy szerint azt hiszem, hogy ez volt a legszomorúbb eset mind közül. Mert két erőszak között adtak neki egy plüss macit, hogy megnyugtassa magát vele. Alig 24 órával a borzalmas erőszak után Paul megfojtja Leslie-t egy kábellel. Pár óra múlva Carla szülei meglátogatják őket apák napján. Leslie Mahaffey holtteste közben a pincében hever. Leslie Mahaffey holtteste ott volt a ház pincéjében, miközben a szülőkkel vacsoráztak, és Carlát ez nem zavarta. Őt ebből semmi nem zavarta. Valószínűleg hatalmas adrenalin löketet adott, amikor a szülők a halott lány feje fölött járkáltak. Június 29-én szombaton Paul Bernardo és Carla Homolka nagyszabású esküvőt tartanak a családdal és a barátokkal. Még a fiatal pár ünnepel, Niagara utcáit sokkoló hír rázza meg. A közeli Gibsontónál megtalálták a 14 éves Leslie Mahaffey feldarabolt holttestét. A holttestet feldarabolták, és cementtömbökbe öntötték. A Gibsontó víztározójában horgászok találták meg. Amikor megtalálták, tudtuk, hogy gyilkosság történt. Leslie feldarabolt holttestét kiemelték a tóból. Az ifjú párt, Paul-t és Carlát már nem csak a házassági eskü köti össze. A titok kötötte össze őket. Ez a két ember nem tartotta sokra a társadalmi szabályokat és normákat. Kérlek, ne! Tehát a hagyományos házassági eskü nem lesz nekik fontos, de a titok megtartása, és hogy újból megtehessék, az nagyon fontos volt nekik. Carla viszont nem tudja, hogy a férfi, akihez hozzáment, majdnem 20 másik nőt erőszakolt meg. Ő volt a sorozatos erőszaktevő, akire a rendőrség már 3 éve vadászott. Az esküvőjük éjszakáján a férfi elmondja neki, hogy ő a Scarborough-i erőszaktevő, abban a reményben, hogy a nő vele tart a bűncselekmények elkövetésében. Carla azt mondta, hogy Paul vallomása tönkretette az esküvőjét. Az nem, hogy gyilkos volt, de az igen, hogy erőszaktevő. Senki nem gyanúsította az ifjú párt a szörnyű bűncselekményekkel. Az első évfordulójuk közelettével Carla és Paul úgy döntenek, ideje behozni egy új szexrabszolgát. A tervet 1992. április 16-án a húsvéti hosszú hétvége előtt hajtották végre. Paul meggyőzte Carlát, hogy menjen vele áldozatot keresni, és ekkor találkoznak Kristen French-el. Kristen egy 15 éves katolikus diáklány volt, és épp hazafelé tartott az iskolából. Szia, ne haragudj, segítenél eligazodni? Persze. Köszönöm. Hova akartok menni? Anyámhoz mennénk is. Oké, mindjárt mondom. Kussolj, vagy elvágom a torkodat! Szállj be a kocsiba! Gyerünk! Carla és Paul előre kitervelte az emberrablást. Paul Bernardo és Carla Homolka felszolgálják az áldozatnak az utolsó vacsoráját. Mondd, hogy azt akarod, hogy boldog legyek. Akkor talán hazamehetsz. Azt akarom, hogy boldog légy.
Miután elrabolták Kristent, Carla és Paul is megerőszakolja és bántalmazza őt. Felváltva filmezik egymást Kristen French-el. Három napig tartják fogva, és ez alatt többször is megerőszakolják, bántalmazzák, és a férfi fajtalankodik vele. Kristen elrablása felkavarja a közösséget. Valaki meglátta őket, amikor elrabolták Kristent. Két elkövetőről beszéltek. Kristen szülei nagyon aggódnak a lányuk miatt, és a rendőrök is keresik. Ezt a templom mellett találtuk. Ez Kristené? Három nap kínzás után elhitették Kristennel, hogy hazamehet, de Carlának és Paulnak más tervei vannak. A harmadik napon Carla úgy döntött, kell egy alibi, és azt mondta, ő nem akarta, hogy megöljék a lányt, de tudta, hogy muszáj lesz. Carla később azt mondta, hogy Paul megfojtotta Kristent, ő megnézte. Paul viszont azt állította, hogy Carla megverte az áldozatot egy gumikalapáccsal, majd egy hurokkal megfojtotta, ami egy tárolón lógott. A holttestet a hálószoba padlóján hagyták, és átmentek a szülőkhöz húsvéti vacsorára. Húsvét után Carla és Paul döntöttek, hogy mi legyen a holttesttel. Kidobták a meztelen testet egy árokba. A közösség részéről egyre nagyobb volt a nyomás. Tudjuk, hogy az FBI-t is bevonták. Egy egész munkacsoport dolgozott az ügyön. Minden hírcsatornán Leslie Mahaffey és Kristen French eltűnéséről beszéltek. Úgy tűnt, hogy Carla és Paul megússzák az emberölést. A házaspár ezekkel a kegyetlen tettekkel bizonyította egymásnak a feltétel nélküli hűséget. Annyira felbátorodtak, hogy felvették a Gyilkos törvény című film főszereplője Martin Till nevét, és Paul a középső nevét Jason-re változtatta. A Péntek 13 főszereplője után. Továbbra is fenntartják a normális pár látszatát, de Carla szerint Paul bántalmazta őt. 1993. januárjában Paul nagyon megveri Carlát egy zseblámpával, és mindkét szeme befeketedik. Az volt az áttörés az ügyben, amikor megverte a nőt. A családon belüli erőszak mindig sok figyelmet kap a gyanúsítottak esetében, mert lehet, hogy nem először csinálja. Mindkét szeme bekékült, eltört a bordája, a teste mindenhol duzzadt volt, és zúzódások voltak rajta. Elég súlyos volt ahhoz, hogy orvosi segítségre szoruljon, és a kórházban elmondta, hogy ezt Paul tette vele. Aztán tovább mesélt arról, hogy mit tett még Paul. Carla kórházba került, Paul ellen feljelentést tettek. Mivel a DNS akkor még új tudomány volt, Paul két évvel azelőtti mintáját végre megvizsgálták, és összevetették a Scarborough-i erőszaktevő mintáival. A minta egyezett. Kiderült, hogy Paul volt a szörnyeteg, akit a rendőrök már évek óta keresnek. Akkor összeállt a kép. Boom! Ez volt a nagy aha élmény. Így már minden érthető, világos lett. Amikor a DNS minta igazolta, hogy Paul a Scarborough-i erőszaktevő, Carla rájött, hogy ideje elmondania a maga verzióját, mert hogy bűnözők közt nincs becsület. A rendőrök 5 órán át hallgatták ki Carlát. Szerintem nagyon ügyes volt a technikájuk, mert a családon belüli erőszakról kérdezték, de közben a gyilkosságokról és Scarborough-ról is kérdezték. Miután a rendőrök elmentek, csak akkor eszmélt rá, hogy mindent tudnak, és bepánikolt. Felfogta, hogy a rendőrök már mindent tudnak az erőszakról, a gyilkosságokról, és ez nem csak egy családon belüli erőszak miatti interjú volt. Rögtön ügyvédet fogadott, és ez jó. Mármint az ügy megoldása szempontjából, mert ekkor már éket vertünk közéjük, és a nő elkezdett gondoskodni magáról.
Alkut kötött, és ezzel elkezdhettük felgöngyölíteni az ügyet. 1993. februárjában találkozik George Walker ügyvéddel, és megosztja vele a titkait. Azért vagyok itt, mert a férjem megölte a húgomat, Leslie Mahaffey-t és Kristen French-et, és vannak videófelvételek is, amiken szextel velük. A gyilkosságok felvételeit nem találtam meg, kerestem mielőtt eljöttem, de Paul elrejtette őket. Teljesen biztos voltam benne, hogy a férfi felvette az erőszakot, és megvannak a kazetták. És azok lesznek a bizonyítékaink. 6 nappal később, 1993. február 17-én Paul-t letartóztatják és átkutatják a házát. Carlát átküldik a pszichiátriára kivizsgálásra, hogy kiderüljön, a Paul-lal való kapcsolata annyira cinkos-e, mint amennyire függ tőle. Stephen Williams könyve szerint Carla eljátszotta az áldozatot. Manipulálta az orvosokat, akik vele voltak a szobában, és közben a plüsmaciát, Bunkyt szorongatta. Érdekes, hogy Bunky a maci még akkor is nála volt, amikor kikérdezték. Mintha ezzel azt mondta volna, eljátszom nektek az áldozatot, és ti elég hülyék vagytok ahhoz, hogy annak nyilvánítsatok engem. 1993. februárjában Paul Bernardot, a gyilkos páros férfi tagját letartóztatják többrendbeli nemi erőszakért. Márciusban a felesége Carla néhány hétre kórházba kerül. Az orvosok szerint poszttraumás stressz-szindrómában szenved Paul kegyetlenkedése miatt. Nos, az őszinte válasz arra, hogy Carla Homolka hogy verhette át a pszichiátereket, az, hogy mi is emberek vagyunk, és Carla Homolka még a többi sorozatgyilkosnál is jobban kihasználta ezt. Carla ügyvédje alkut köt a kanadai hatóságokkal. Carla enyhébb büntetést kap, ha mindent elmond a nyomozóknak a gyilkosságokról. Carla a férjét nevezi meg egyedüli gyilkosként, és azt állítja, hogy Paul kényszerítette, hogy részt vegyen bennük. Amikor először kutatták át a házukat, nem találták meg a kazettákat, ezért csak az ő sztoriával dolgozhattak. Így lényegében alkut kötöttek vele, vagyis egy igaz és pontos vallomásért cserébe jelentősen enyhébb büntetést kap. A French és a Mahaffey család értesült a Carlával kötött alkuról, és úgy döntöttek, megfogadják az államügyész tanácsát. A vádalku szerint Carla 10 évet kapott Kristen French és 10 évet Leslie Mahaffey meggyilkolásáért, amit egyidejűleg kellett töltenie, és további 2 évet kapott a húga Tammy megöléséért. Paul Bernardot mindenáron rács mögött akarták tudni, és nem volt olyan bizonyítékuk, amivel ezt elérhették volna. Ezért kellett az alku. Hatalmas érdeklődés övezte Carla tárgyalását, mert úgy tűnt, Carla szerepet játszik, vagy rossz hasonlattal élve, olyan, mint Barbie. Mindenki arra gondolt, hogy ez nem egy valóságos személy, mert nem tudták elképzelni, hogy valakinek a barátja lehet, mivel egy barát nem erőszakol meg. Ez a féle szabály. A kazetták, amik bizonyíthatták, hogy Carla önként vett részt az erőszakban és a gyilkosságokban, nem kerültek elő. Carla emberölésben bűnösnek vallja magát, miközben Paul a börtönben várja a tárgyalását, a többrendbeli gyilkosság miatt. A média ekkor ragasztja rájuk a Ken és Barbie gyilkos páros nevet. Carla tárgyalása alatt tilos volt bármit nyilvánosságra hozni, így a média nem tudósíthatott róla. A média tiltakozott, és lassan elkezdett szivárogni az információ az Egyesült Államokból, ahol a tiltást nem lehetett érvényesíteni. Carla megkezdi a 12 év letöltését a Kingstoni női börtönben. Közben elválik Paultól, és később átszállítják egy intézetbe, ami egy kevésbé szigorúan őrzött hely. Néhányan úgy hívták, hogy Club Fed. A börtönben volt piknik, és a róla készült képeken napozik, meg hintázik, szóval az egész inkább egy nagy buli neki.
Tökéletesen érezte magát. Paul Bernardo tárgyalása 1995-ben kezdődik, és ez a legjobban várt bűnügyi tárgyalás Kanada történetében. Carla vallomása gyanúba keverte Paul-t, de közben új bizonyítékot is találtak, ami Carlára is terhelő. Ez az egyik videókazetta az egyik áldozatról. Paul írt az ügyvédjének. Elmondta neki, hol vannak a kazetták. Az ügyvéd elment, és Paul utasításai alapján meg is találta őket, de meg is tartotta. Ezeken a kazettákon rajta volt a Kristen French, a Leslie Mahaffey és a Tammy elleni erőszak is. Mindegyiken látható, hogy Carla önként vett részt a bűncselekményekben, és hogy pontosan miben, az eddig nem volt nyilvános. Amikor a kazetták előkerültek, teljesen megváltoztatták azt, ahogy a közösség, vagy akár a saját családja Carlára tekintett. Nyilvánvaló, hogy Carla Homolka nem volt áldozat, és hogy hazudott a rendőrségnek a bűnrészességről. De már túl késő. A kazetták előkerülése előtt Carla vádalkut kötött, és amikor a bíróság ezt nem változtatja meg, a kanadaiak felháborodnak. Az államokban ez semmissé tette volna az alkut, de úgy tűnik, Kanadában ez nem így van. Paul Bernardót első fokon elítélik gyilkosság, nemi erőszak, fogvatartás, súlyosbított szexuális bántalmazás miatt. Később elítélik emberülés miatt is Tammy Homolka megölésében. Életfogytiglani börtönbüntetést kap. Sokan úgy gondolják, hogy Carlának is az járt volna, de 12 év után szabadon engedik. Hozzámegy az ügyvédje testvéréhez, szül 3 gyereket, és megpróbál eltűnni a nyilvánosság elől. A közösségi hálón azonban csoportok követik minden lépését a szabadulása óta. Carla Homolka 12 év után kiszabadult a börtönből, és ugyanúgy szabadon jár az utcákon, ahogy Charles Manson vagy Ted Bundy tette. Ő egy gyilkos. Nem lenne szabad megúszni az ilyet, és nem is sikerült eddig senkinek. Már nem élhetnek úgy a társadalomban, hogy fel ne ismerjék őket, és el ne forduljanak tőlük. Úgy érzem, az, hogy Carla egy ilyen alkúval megúszta és szabad, miközben Paul még mindig rács mögött ül, sokat elmond arról, ahogy a férfi és női bűnözőket kezeljük. Nem igazságos az áldozatokkal és a családjaikkal szemben. Börtönben kellene lennie, és nem élhetne szabadon.